Az év utolsó közgyűlése maratoni volt a Városházán. A testületi ülés nem sokkal adásunk előtt ért véget. A fontosabb napirendi pontokat helyszíni tudósítunk Budai Gábor foglalja össze. 15 napirendi javaslat és 10 sürgősségi indítvány került terítékre az év utolsó közgyűlésén. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása is téma volt a közgyűlésen. Ennek értelmében 20 ezer forint értékben egyszeri születési támogatást kapnak 2020. január 1-től az érintettek. Ugyanakkor temetési segélyt kapnak azok a családok, ahol haláleset következik be. Egyes anyagkönyvi események, helyi szabályai és a többletszolgáltatási fizetendő díj is terítékre került, ez kedvezményt tartalmaz, ennek értelmében a helyi lakosok a jelenleg érvényben lévő díjak 50%-át kell csak, hogy megfizessék. Civil és más szervezetek ingatlan igényét is támogatja az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy az ingatlanokat térítésmentesen biztosítja a szervezeteknek, csak a közüzemi költségeket kell állniuk. A Tour de Hongrie kerékpáros körverseny Miskolci szakaszának megtartására vonatkozó pályázat benyújtását is támogatták a képviselők, szinte mindenki támogatólag szólt hozzá. Az NDK ZRT előterjesztése is terítékre került, ez egy átmeneti időszakra vonatkozó megoldást vázol a problémák kezelésére. Mint elhangzott, vannak benne járatritkítások, de megszüntetések is, ám ezeket az utazási igényekhez igazították. Az önkormányzat és a cég hosszú távú megoldáson gondolkodik, hogy az utasok problémáit mihamarabb megoldják.